Szia, Győrben vagyunk, egy ilyen kombinált koncertem, az MR2 Petőfi Rádió voltából. Előttünk játszott a Fish nevű zenekar, akik emberten jól szólnak, iszonyat stank van, utána játszottunk mi. Nálunk is emberten stank van, de nem mindig szólunk olyan jól. És aztán pedig most a belga fog játszani, akiknél szintén emberten stank van és emberten rappelés. Vagy így kicsibe gondoltátok? Az sajnos nem meg a kicsi. Hallgassatok! MR2. Az egyik zeneszerző, és én vettem föl. Én vagyok a Sound. Gáspár atya, református, teológus. Így fajn? Van még kenyérlángos, ja már nincs, elfajott, bocs. Nézd meg, milyen jól néz ki. Gáspár atya, a Sound, ez van ideírva. Akkor én meg ideírom, Dermóta. Boss. Fajn? Kérdezd meg, hogy ez így korrekte. Kérdezd meg Gáspár atyát. Azt mondja, a Sound és a Boss. A Jungi antropológia szerint a két ellenpólus. Vannak az intuitív emberek, meg vannak az érzékelő emberek. Ez a kettő a Jungi antropológiában a két kiegészítő ellenpólus. Azt hiszem, hogy mi így vagyunk. És a Sound és a Boss az ugyancsak így lehet. Az lesz, hogy Svájc, ami Gáspár atya szerzett. Szerinted miért Gáspár atya a neve? Nem vagyok pap egyébként. Pap vagy b***. Nem vagyok pap. Ha mondom, hogy pap vagy b***. Papagy! Ne kábítsatok a hülyességekkel, nem? Srácok, akkor elmondom, hogy most tisztázzuk egyszer s mindenkorra. Én elvégeztem egy államilag finanszírozott egyetemet, Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi tanszékén a teológus szakot. A pap. Nekem van erről egy diplomám, nem vagyok lelkész, nem vagyok pap, nem vagyok atya, csak így becéznek a barátaim viccből. Ez a helyzet. Röviden és tömören. Lehetsz városi, akár paraszt is, bár a tagalaksz is, bárhol laksz is, vidéklén és Pesten egyaránt igyekszem, hogy nagyobb legyen a tetszés indexem.